akkor 7 turnust szervez a múzeum. Ez a második turnus. Gyerekek körülbelül 26-27 fővel vannak részt. Az ország minden részére jönnek, Budapest, Lenti, akadnak még külföldiek is, Németország, Belgium. Tényleg? Na, igen. Szuper. Visszatérőek, ők is jönni fognak, mert már jelezték az idén. Nagyon sokféle kézműves dologgal foglalkozunk. Például nemezelés, vatikolás, rongybaba készítés, varrás, szövés, körmöcskével, karmantyúbabával, szuper. Bőrözés, csuhézás. És kik vezetik a táborokat? Más turnusokét. Általában 2 ember van reggeltől estig, és jön délelőtt egy harmadik segítő. Azt, hogy kik vannak... Most nálatok, nálatok, ti táboroltok. Most Dömötör Andrea és Steyer Györgyi vagyok. Igen. Most mit csináljuk? Ketten is minden délelőtt jön még egy harmadik segítő. És akkor délelőtt munka van, délután meg játék. Délután 1 óráig van munka, 8:30-tól. Ugye bejövünk 8 órakor, lepakolunk, előkészülünk, kezdjük a munkát, 1 óráig dolgozunk. Hárman, és akkor megyünk ebédelni, 1 órakor visszaérünk 14:30-kor, és délután már nem kézműveskedünk, hanem játszunk. Jó, köszönöm szépen. Kavadászat, mocsárjárás, gólyalábazás, tök jó, köszönöm szépen, köszönöm.